reggelt kívánok mindenkinek. Mint látszik, tárcsásmérés folyik megint. Szokásos, többször bemutattam már videóban, tömörséget mérnek. Mindenhol kötelező. Mai reggelim. Nagyon szépen. Kijevi csirkemell. Kijevi csirkemell. Támogatjuk az ukránokat. Támogatjuk az Ukrajnát az orosz agresszió ellen. Kijevi csirke mellett eszünk. Azt a kurva. Mi ez? Ajha. Ez Kijevi csirkemell? Brutálisan erős szószféleivel van megtöltve. Én ilyen csirkemellet a büdös életben nem ettem. Indiai konyha csinálta volna. Ajaj. Ettem már sokféle kijevi csirke mellett. Ilyet még nem. Általában olyan fűszeres vajjal van megtöltve. Hát ez nem. Ennél ettem már jobbat is. Nem már jobban is. Olyan brutálisan fűszeres. Brutálisan fűszeres és erős.
szint. Ez a szint. Kurva szaradat sírmán. Úgy születne be. Lettem már sajtal töltött kémicsőkkel, már fűszeres vajjal töltöttet. Fokhagymás vajjal töltöttet, ilyet, olyat, amolyat. Ilyen csak el többet tenni. Ezt is megpróbáltuk.
azt a kurvaját. Már jobbak is. Egyelőre sok minden mutat, nem tudok. Kérem szépen, csoda történt, amit most mutatok. Távolban a kábelm javítás, az a piros kábel ott a távolban. A piros kábelt elkaptam múlt héten, vagy előtte való héten lehet. És cipzáró zsugor kötése van megjavítva. Nem malacsal. Ezek haladnak a korral, kérem szépen. Sosem láttam még, hogy ilyen cipzáró zsugor kötést alkalmaztak volna itt Angliában. Csak malacolást láttam. Hát most nem. Most ott a kábel, a piros kábel. És megvan zsugorkötés. Megcsinálták, hogy zsugorkötéssel lefették. Cipzáros. Hát tökön tudja, az villanyszerű biztos tudják a rendes nevét neki. Valamilyen zsugor fólia, az, hogy mi a fasz. Rá kell melegíteni. Egyik oldal ilyen kapcsós, cipzárszerű akármilyen összekötik, összekapcsolják. Vagy ha el van szakítva, lehet egy csövet ráhúznak, valamikor csőbe van. Akkor nem kell rá a fémkapocs, előtte ráhúzzák, mielőtt összekötik. Ha nincs teljesen szétszakítva, akkor meg cipzárosan. Na mindegy, de ott van, ott a javítás. Kérem szépen, ott a javítás. És mi mindig a tárcsás mérést csináljuk. Még mindig a tárcsás mérés, hogy sok mindent nem tudok mutatni. Ennyi van. Tárcsás mérés van. Lehet, hogy majd ide följebb is megyünk, mert közelebbről meg tudom mutatni a kábelt. Na, meglátom. Na, most látszik jól, hogy kivágta belőle egy darabot, mert ugye egy helyen volt megsérülve, a sérült darabot kivágtam, és beletoldottak egy darabot, és két cipzáros zsugorkötéssel csinálták meg. A tetején van a úgynevezett cipzár, az a kapos sor, ami összefogja ugye ezt a két végét, két szélét, ahogy ráhajtják. Na most mivel kivágtak belőle, nem tudom, hogy miért nem volt nekik olyan, amelyiken nincs cipzár, mert van amely cső, és azt csak simán rámerítik. De mindegy, úgy látszik, csak cipzáros volt nekik. Mindegy. De hát látszik, hogy beletoldottak egy 3 méteres darabot. Jó. Visszatértem a rakodási módba. Úgyhogy
pénteken rakottam utoljára, szombaton nem rakottam, mert zsámbereztem. Ma volt ugye, ma most délután van 2 óra 16, egész nap gyakorlatilag majdnem a tárcsás mérés ment. Aztán most már rakodni kell, mert van itt a föld bőven. Kilót rakjak rá. Barátom. Igazi hülye vagy. 50 kilót rakjak rá. Na, tessék. Rakjak rá 50 iszonyat meleg. Itt már kellemes idő van, megy a Lincoln Dieselrel egyébként. Csak ide kelljen menni. Otthon a ventilátor, Lincoln nincs a lakásban. Ventilátor megy ezerrel. Meg a jéggép. Mielőtt elindulok haza, 15 perc alatt érek haza, hazott telefonok a fiamnak, fiam, izíts oda a jéggépet, mire hazamegyek, már tele van frissen készült jéggel, és már talom is arcomban jó kis hideg valamilyen limonádét. Alkoholt ilyenkor nem kíván az ember. Sört esetleg igen, hát azt mondja, hogy érnék részül és idegen. Esetleg sört. Van is otthon soröm, lehet, hogy be... Ja, vettem a héten izét. Tegnap voltunk a Tesco-ba. És múltkor vettem a Tesco-ba, hát egy két hónapja, egy sörfajtát, a Paulánert. Meg kell, hogy mondjam, hogy én még annál finomabb sört nem nagyon ittam. Egyszerűen azért, mert
ha sörre azt mondanám, hogy nagy betűvel a sör, az a Paulaner, és még azért, mert semmilyen ízesítése nincsen. Tehát nem keserű, nem édes, nem újhagymás, nem pizzás, nem madárteljes, nem articsókás, és mindenféle agyament ízesítők nincsenek belerakva, hanem három összetevőből van, víz, maláta, pomló, meg gondolom élesztővé tárgyába. Szóval ennyiből van ez az összetevő, de ez olyan összhangban van a Paulaner sörben, hogy aki megkóstolja a Paulaner sört, az kész, tehát az mindenek fölött áll. Vannak nagyon jó sörök, vannak kedvenc söreim, de a Paulaner az alap, a sör. Ha valaki sörűző sört akar inni, akkor Paulaner sört igyon. Én próbáltam már mindenféle ilyen, hát ugye én iszonyat a sokfajta sört megittam már. 10 kilóban mérhető az összegyűjtött sörös kubakjainak a száma, és 10 kilóban mérhető. Tehát majd egyszer kirakom a falra őket. És tegnap a Tesco-ban az utolsó üveg Paulanert megtaláltam. Az utolsó üveggel. Hát ezt kell mondanom, hogy a nagybetű sör, a sörízű sör. Tehát olyannak kell lenni a sörnek. Gyere barátom, ide gyere. Olyannak kell lenni a sörízű sörnek, és most van belőle egy üvegem. Hát szomottam, hogy az élő cseten megiszom. De még az mellett is van valami nehéz, azt hiszem. Szóval mindegy. Volt már olyan, előfordult már olyan, hogy olyan géppel dolgozom, hogy nem volt légkond, és ilyen meleg volt. És akkor hazarodgyoltam az autóval, első utam a pubba vezetett, és mondom a csaposnak, hogy akkor kettő Guinness kérnék. Nagyon gyorsan. Mire a másodikat lecsapolt, az első már el is volt felejtve, nem hogy megittam az elsőt, hanem el is felejtettem. Ittam egy Guinness-t, aztán a másodikat már nyugodtan van. Na de az életmentő eset volt. Attól, hogy nem messze egy pub. Az nagyon nagy. Az életmentő volt. Volt már ilyen. Szóval... Hát ilyenkor nyáron a jó hideg sör az, ami mindenféle. Tehát vagy valami üdítő féleség, limonádé féleség, narancs, akármi. Én szénsavasan szeretem, mert én nekem mindegy mit iszom, de buborék legyen benne. Az nekem az elsődleges szempont. Buborék legyen benne. És hát éjjel, jó sok éjjel. Az úgy már rendben van.
Felszólaló jó barát, innét viszed a AdBlue-t, hát ott tartóz reggel minden nap az, mert ott tartóz a AdBlue tartály mellett, aztán ebben melegben 50 méterről cipeled az AdBlue-t. Ne bazd már meg. Ne bazd már meg. Reggel tartodni kell neki kézzel, mert nem jó az elektromos pumpája nagy gépnek. Minden reggel tartodni kell neki. Mert könnyebb reggel lehetne felpumpálni 150 liter, 200 liter a üzemanyagot, mint három naponta 600-at. Nem mindegy. Nagyon nem mindegy. Valahogy így kell megjönni. Hasonlóképpen, már a másik volt ez egy kicsit leló, nem láttam, most látom. Majd leszedett, barátom. Majd leszedett. Majd is állítva észleti. Nem láttam, hogy a túloldalon egy a rögt leló rohatóról. Egy kis tesztmozgás. Jött vissza.
a porony mindig jobb, mint a sár. Mert a sár aztán se beállni nem tudnak, se kimenni. A lánszal tele rakódik. Porrahoz majd becsolod az apart, az nem jön be ennyi. Barát, hát mi a faszomat akarsz még? Hát nézd meg! Anyám, úristen itt! Mi van?
tudálja ennek a gépnek, alig nyekked. Csoda, hogy meghallják. Nagyon szóra tudálja. Az első normális sofőr ma. Ennyi volt a felvétel mára. Sok mindent nem tudtam mutatni.